Korinna, te idén érettségiztél, és ugye, aki követi az oszkefelünket, ők azt is figyelj, hogy idegenvezetőként fogsz tovább tanulni. Miért ezt a szakot választottad? Hát, menjen hosszasan egy helyen. Részletesen. Hát, ugye én abszolút humán beállítottságú vagyok, és nyilván ugye erre fele kell menni. És hát ugye először nekem szóba jött a tanári, és ugye az angol tanári, mert az angol az megy, van nyelvérzékem, de azt átgondoltam és végül leszavaztam, mert úgy voltam vele, hogy most tudjuk, hogy nem keresnek olyan jól a tanárok, tanuljak azért 6 évet, hogy utána itthon lengődjek, mint egy kis angol tanári, jó, ez most nem ilyen ledrengődáló volt, de vannak olyan munkák, amiben sokkal jobban ki tudnám használni szerintem a képességeimet, és akkor ugye hát jött a filózás, hogy akkor hát mi mégis, és akkor hát az idegenvezetés, meg igazából ez a szállodaturizmus mindig is érdekelt, de hát ehhez ugye kéne még egy nyelv, ugye az elengedhetetlen. Hát akkor mi legyen a másik nyelv? Hát német semmiképp sem, mert azt utálom, és akkor hát jó valamit. Akkor legyen mondjuk olasz, mert azt szeretem, mert különleges, és viszonylag szerintem kevesen beszélik Magyarországon. Úgyhogy ezért akkor az idegenvezetés, ugye nekem a drámatagozat által azért ez úgy közel állna hozzám, mert azért kell ehhez is egy előadó művészet, és akkor így jött ez, és akkor már csapjuk az olaszt, ha sikerül 2 év alatt az emelt olasz érettségét letenni, akkor meg humanisztikára a pázmányra, és akkor olasz tolmács. Mert ugye idegenvezető viszonylag addig lehet csinálni, de amíg az ember fiatal, nincs családja, nincs kötöttség, de hát ugye egy idő után már azért leszeretne az ember telepedni, úgyhogy valami más B-terv is kell. Kicsit más felé kérdeznék a középsúli sorozatról. A szereped egyre csak nő és nő a sorozatban. Amikor elkezdtük a sorozatot, akkor még csak egy apró jeleneted volt, ugye, amikor előadtad, hogy te mennyire szereted színházba vinni az osztályt, és hogy minden ilyen programot te szervezel. A negyedik részben, Siófokon egészen kibontakoztál. De erősz, hogy sokkal több szerepet kapsz a forgatókönyvben már? Én abszolút feltörök. Igyekszem. Hát tök jó, hát egyre jobban, meg hát örülök szerintem. Abszolút tudtam úgy jól teljesíteni eddig, hogy át tudjatok bízni több szerepet, úgyhogy ezen túl is remélem, hogy ez egyre csak jobb lesz. Így lesz. Ugye te nem ugyanabban a középiskolában tanultál, mint a többiek. Milyen viszony alakult ki köztetek így? Sikerült megismerni egymást a forgatások alatt? Hát a siófoki ugye együtt töltött idő alatt, ami azt mondom, hogy abszolút. Tehát ugye ott, amikor nap 24-ben együtt vagyunk. De eleve már volt a szimpátia, mert meg volt ugye a közös téma, ugye ez a drámatagozat ugye. Ők is egy drámatagozatos iskolába jártak, én meg egy másik drámatagozatra, úgyhogy így abszolút nem volt már az elejétől fogva a közös hang. És milyen visszajelzéseket kapsz a közösségi oldalakon a nézőktől? Hát a közösségi oldalon igazából én csak jelöléseket kapok állandóan. Hát, de amúgy pozitív, tehát vannak, akik írnak, és általában ez abszolút pozitív szokott lenni, tehát olyat nem kaptam, hogy csúnya szavakkal illettek volna. De mondjuk szerintem nekem szerencsére, vagy nem szerencsére, de nincs is ilyen negatív szerepem, mert amúgy sokan ezt nem jól értelmezik. Ha van egy negatív szerepe valakinek, az nem jelenti azt, hogy ő negatív ember, tehát vagy hogyha valaki játszik egy macsót, most az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ő is macsó, vagy pasipaló, vagy lúzer, ugye. Tehát, és ezt a válaszokban is az oszkefelen próbáltam mindig hangsúlyozni, hogy mindig, ha láttam, hogy mondjuk ugye Zsófit negatív kritikával életik, mindig mondtam, hogy oké, emberek, de amúgy ő az életben abszolút nem ilyen. Tehát ez csak egy szerep, ami rá lett rúvázva. Megváltoztattam a nevemet is Facebookon, mert nem tudom én ezt, hogy kéne jól kezelni.
most visszajelölök sok fiatal lányt, fiút, most ezzel nem tudom, hogy ez nekik még jó, vagy nekem még jó. Nem biztos, hogy ebbe azt kell keresni, hogy ez kinek kedvező. Azt kérdem, hogy ott vagyok, én ott aktív vagyok, mindig válaszolok, ott kérdezzenek, érdeklődjenek irántam meg.